6 éven aluliak számára nem ajánlott. Lajoska gimnazista lett. Izgatottan öltözik, miközben anyukája biztatja. Az osztályterembe lépve azonban óriási csalódás éri, leendő osztálytársai nem találják szimpatikusnak, aminek hangot is adnak. Lajoska csalódottan érkezik haza, beszélgetésük közben sötét titkokra derül fény. Irányi Lajoska otthonában vagyunk. A család reggele, mint mindig, vidáman indul. Apa művelődik, anya vasal, nagymama kötöget. Nagypapa bosszankodik, mert fél órája nem jön be az internet. Sándor, ne csapkodd azt a számítógépet! Vedd már be a kódot! Munkodj! Munkodj! Hogy az a szép, fényes ló harapja meg azt a kockás eget, hogy az ördög szánkázzon a hátadon, te! Te! Nagy nap a mai, Lajoska első napja a gimnáziumban. Na de hol van Lajoska? Elkésem, és nincs meg a nyakkendőm. Hova a jó francba tettem? Jaj Lajos, annyi eszed van, mint nagyapádnak. Hát még meg sem rendelted. Hát világosan le van írva a krétába. De nem olvassa senki a kréta üzeneteket. Pedig világosan megmondta az igazgató úr, hogy mostantól minden információ a krétában lesz. Múltkor találkoztam vele a piacon. Kivel? Hát a Dénes Sándorral. Jaj fiam, te is olyan hülye vagy, mint az apád. Én vagyok az apád. Hát már új igazgató van, a Györek László. Itt a pénz, rendeld meg a nyakkendőt. Minek rendelje meg? Ott az enyém. Amikor vettem 500 volt, most már 1500. Laci! Honnan van neked Batyány és nyakkendőd? Laci, hallgass, ez családi titok. TikTok? Hol van TikTok? Papa, nem TikTok. TikTok. Nem. Titok. Írtam egy verset. A Spice-ban rálelek a TikTokra, befalom TikTokra, és míg eszem, felteszem TikTokra, így nem derül fény a családi titkokra. Papa mióta légnyomást kapott, néha elragadtatja magát. Mama, most már megtudhatja. Lajoska, apád is Batyány is volt. Én is Batyány is voltam. Sőt, az apám is. És az apám apja is. És az apám apjának az apja is. Jól van, papa, inkább számítógépezzen. Bejött, bejött! Nézzétek, nagymama milyen szép lány volt. Azt szerettem meg benne, hogy mindig olyan vidám volt. Mennem kell. Jaj, fiam, büszke vagyok rád. Legyen szerencséd, kéz- és lábtörést. Jól vagy, fiam. Jól vagyok. A gimnázium egyik osztálytermében már javában gyülekeznek az új diákok. Csá, te is ide fogsz járni? Na mi van? 50-esikóval is felvettek. Maradj már! Lelugrat, mint lázas gyerek a takarót. Ismered azt a csodás érzést, amikor reggel felkelsz és tele vagy energiával? Hát én nem. Hello fiúkák! Atya ég, milyen erős a tesztoszteronszag. Te aztán fáradt lehetsz, egész nap te jártál a fejembe. Úristen! Ne szól semmit, fel vagy szedve. Tudtad, hogy nem egyforma a két szemed? Egyik szebb, mint a másik. Hát te ki vagy, kockafej? Hogy nézel ki? Olyan csúnya vagy, hogy 3 perc alatt kifaraglak krumpliból. Meg vagy zavarodva, mint de nem ér a Ferihegy 2. Húzd meg magad, csicska fiú. Csicska, 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 cs
csicska, csicska, csicska vagy. Újra Lajoska otthonában vagyunk. Hú, de gyorsan eltelt ez a nap! Na megjöttél, kisunokám? Na jó, gyerek, vannak jó csajok? Én, amikor ennyi idős voltam... Hallgass, vénmarha! Mi a baj? Miért vagy ilyen szomorú, Lajoska? Nem akarok többet oda menni. Na, őt is elérte a családjátok. Mindenki utál, főleg az a gomba nevű. Milyen gomba nevű? Hát, a gombalás. Megint itt vannak, nem tudunk tőlük szabadulni. Meg kell keresned a karbantartót. Fiam, ne! Ebből megint háború lesz. Mama, nincs más választásunk. Fiam, holnap megkeresed a karbantartót. Állj elé, és annyit mondj neki, hogy savanyú cukor. Ő érteni fogja. Ezután tedd, amit mond. Készüljetek! Eljött az Armageddon ideje! Na mi van, kockafej? Sziasztok! Nem tudjátok, hol találom a karbantartót? Keresd egy embert, aki a karjában tart valamit. Ő lesz a karbantartó. Savanyú cukor. Mit mondtál? Savanyú cukor. Hát eljött a nap. Kimondatott a bűvös mondat. Homorphus aguamenti basi teo capitulatus expecto tergeo periculum. És a két ősi ellenfél galaxis klaszter méretű kockára préselődve átszakítja a szférikus teret és az iskola pincéjébe repül. Hol vagyunk? Tapló, én félek. Ne parázz! Kik ezek a bohócok? Hát végre eljöttetek, hogy bevégezzétek. Évszázadok óta tartó háború ez. Csókolom, mi nem csináltunk semmit. Kockafej, te tudod, kik ezek? Tapló, fogd be és figyelj rám, sutyerák! Valamikor régen békében éltünk ezek között a falak között. Lajoska ükapja volt a rendfőnök, rend volt és fegyelem. Aztán egy napon Tapló ükapja fellázadt, és kivált a rendből. Ők lettek a PR isták. Az alapító gróf Battyány Lajos szelleme eljött közénk, és megátkozta valamennyiünket. Csak akkor áll helyre az egyensúly, ha feltámasztjátok az iskola első igazgatóját, Edebát. Akkor teremtődik meg újra a rend. De vigyázzatok! Ehhez ki kell állnotok Edwin igazgató próbáját. És hogyan támasszuk fel? Járjátok el az ősi táncot. De én nem tudok táncolni. De tudsz! Én sem tudok táncolni. És te is tudsz! Csak előtt tegyetek meg egy ilyet. Elkezdesz táncolni, én egyből le foglak csapni, mert elég legyen ebből a táncolásból, vagy kinyírlak. Megértetted?
Edwin igazgató, aki mindközül az első voltál, támadj fel, jöjj el közénk! Hát ez már megint ki? Az iskola első igazgatója, te bunkó. Edwin igazgató úr, bocsánat, értesedezem. Tudja, mai fiatalok. Igazgatóvá, mi csak vissza szeretnénk térni a saját életünkbe. Hogy végre megtörjön az átok. Öleljétek meg egymást. Mi? Na gyere, kocka fej. Most, hogy kibékült a két ősi rend, már csak egy feladványt kell megfejtenetek, és mehettek vissza a saját kis világotokba. Na okoska, figyelj! Ha ezt kitaláljátok, megnyílik a kapu a két világ között. Hú, ez fogós kérdés. Na várjál, tudom. Bádogos Lajos garázsa? Nem nyílik. Tudom, Bánatos Lajos garázsa. Hát ez se jó. De hülyék vagyunk. Hát hova járunk? Nem gimnáziumba? Ez az. Bánatos Lajos gimnázium. Hát nem hiszem el. Várjál már. Valakik ülnek itt a félhomályban. Hát, ők honnan kerültek ide? Nem mindegy. Kérdezz már meg. Bocsánat. Nem tudják, mit jelent ez? Hát ez az. Vattyányi Lajos gimnázium. Hát ti, honnan kerültetek ide? Úristen, Csukjás is átrepült a téridőkapun. Hello fiúk, hát ti kik vagytok? Mi vagyunk a 9. B! Boom shakalaka boom shakalaka boom 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 shakalaka boom shakalaka boom. Boom! A tűnés a színpadról. Ha ha!